Hello, hello, sziasztok! Remélem jól vagytok. Megint egy fantasztikus helyen vagyok, szokás szerint. És itt jön egy új francia lecke. Ma ilyen gyümölcsös, zöldséges kifejezésekről fogunk beszélni, mint például, tudjátok, tanultuk már a pes gyümölcsöt, ami az őszi barack. És amikor valaki azt mondja, hogy j'ai la pêche, j'ai la pêche, szóval nekem van az őszi barack, az azt jelenti, hogy valakinek nagyon sok energiája van, nagyon jókedvű. Ugyanezt mondhatjuk a krumplival is. A krumplit úgy kell mondani, hogy pomme de terre. Pomme de terre. Pomme az az alma, ahogy már lehet, hogy tudjátok. De az ahonnan jön, és terre az a föld. Szóval almaföld az a krumpli, pomme de terre. De úgy is lehet mondani, hogy patat. Patat. Amikor így beszélünk, akkor azt is mondjuk, hogy patat. Amikor azt akarjuk mondani, hogy krumpli. És például, ha valaki azt mondja, hogy oh, j'ai la patate, az ugyanazt jelenti, mint j'ai la pêche. Hogy nekem van krumplim, az azt jelenti, hogy tele vagyok energiával, és tök jó kedvű vagyok. De viszont azt is lehet mondani, és ezt főleg a gyerekek mondják, hogy amikor valakit látnak a gyerekek és dagadt, azt mondják neki, hogy ah, t'es une grosse patate, hogy egy dagadt krumpli vagy. Oh, tu es, szóval te vagy, une, egy, grosse, dagadt, patate, szóval te egy dagadt krumpli vagy, az a te dagadt vagy. De ezt főleg a gyerekek mondják, szóval egy felnőtt ilyet nem nagyon szokott mondani. J'ai la pêche, vagy j'ai la patate, tele vagyok energiával, és ah, t'es une grosse patate, te dagi vagy. Akkor van a j'ai la banane, nekem van a banán, az azt jelenti, hogy mindig mosolygok, j'ai la banane. Oh, t'as la banane? Oui, j'ai la banane. Szóval, neked van banánod? Igen, vagyis banánod. Neked van banán? Igen, nekem van banán, az azt jelenti, hogy igen, mindig mosolygok. Lehet, hogy ezt rám is lehetne mondani, hogy ó, telebenen, vagy ó, telepes, mind a kettőt különben. A póréhagymát azt úgy kell mondani, hogy poireau. Poireau. Az a póréhagyma. És amikor azt mondjuk, hogy faire le poireau, szóval csinálni a póréhagymát, az azt jelenti franciául, hogy várni. Szóval, j'ai pas arrêté de faire le poireau. Az azt jelenti, hogy nem, egyfajtában csak vártam. Én csináltam. Pas arrêté, nem fejeztem be. J'ai pas arrêté de faire, csinálni, le poireau, a póréhagymát. Szóval egyfajtában csak vártam. J'ai pas arrêté de faire le poireau. Akkor a radis, az a retek. Radis. És amikor azt mondjuk, hogy j'ai pas un radis, szóval nekem nincs egy retkem se, az azt jelenti, hogy nincs pénzem. J'ai pas un radis. Akkor mondok nektek egy utolsót, a navet, az a karórépa. Ezt most néztem meg Google-ben, mert ezt a szót nem ismerem, de különben karalábé is lehetne, azt is láttam, szóval navet, és ez tulajdonképpen ezt azt mondjuk egy nagyon-nagyon rossz filmre, szóval amikor azt mondjuk, hogy c'est vraiment un navet, ez egy tényleg rossz film, szóval ez tényleg egy karalábé. C'est vraiment, ez tényleg un navet, egy karalábé, tényleg egy nagyon rossz film. Remélem, hogy tetszett ez a francia lecke, és nem sokára találkozunk egy másik leckét. Sziasztok!